A legkisebbek és az U9-es korosztály vesz részt a héten a Pécsi Sportolda Ese foci napköziében. Barnabás már átigazolt a PMFC-hez, de a táborba visszajött korábbi csapattársaihoz. Meccsezünk, minibajnokság, meg feladatok. Bence is nagyon jól érzi magát a táborban, és elárulta azt is, hogy eddig Messi volt a példaképe, de most már Mbappé, hozzá hasonló játékos szeretne lenni. Meccsezni, meg egyvéjegyezni, szoktunk kapura rugni, meg hát szoktunk játszani, tehát cseleket szoktunk csinálni, és kapura rugni, még ezeket mindig szoktuk csinálni. A gyerekek délelőtt és délután is edzenek, de sok szabadidős programot is szerveznek nekik az edzők. Szerintem azért fontos, mert inkább az, hogy az összetartás, mert az, hogy sokan vannak, hogy közösségben vannak, jól érzik magukat. Nem inkább arra, hogy fejlődés, inkább az, hogy tényleg az, hogy egy közösségnek a része lehetnek, és egymásra odafigyelhetnek, meg tényleg akik kisebbek, nagyobbak is vannak, és szerintem mindenkinek ez egyformán jó, a kisebbeknek is, meg nagyobbaknak is. A fiú és lány szakosztályt is működtető fiatal egyesület egyre népszerűbb, így fejlesztésbe kezdtek, melyhez segítséget kaptak az MLS-től. Ez egy komplett sporttelep az egyesületnek, jelenleg az egyesület az egy bérleményben van, tehát igazából ilyen tárgyi eszköz szinten nem sok mindene van, mivel nagyon friss, és most az eredmények kapcsán volt lehetőségünk egy pályázattal ezt elindítani. Ha a TAO forrást összegyűjti a sportolda, akkor az új sporttelep 1-2 éven belül megépülhet a közelben.